A smink egy olyan kozmetikai termék, ami az emberi arcbőr különböző részein alkalmazva segít kiemelni a vonásokat, elfedni a bőrhibákat, és általában szebbé tenni az arcbőrt, de vajon kitalálta fel ezt az eszközt? A smink története több ezer évre nyúlik vissza, a legkorábbi feljegyzések az ókori Egyiptomban, ahol a nők különböző ásványi anyagokat használtak arra, hogy kiemeljék a szemüket és az ajkukat, az ókori Görögországban pedig a színezett krétapor volt a divat, amit a nők az arcra, a mellükre és a nyakukra kentek. Az első sminkgyártó cég valószínűleg a világ egyik legismertebb márkája, az Elizabeth Arden volt, amit az Eponym alapítója, Florence Nick Graham hozott létre 1910-ben, az Elizabeth Arden márka azóta is a legnépszerűbb és legismertebb sminkmárkák közé tartozik. A smink fejlődése azonban nem csak a nők igényeinek köszönhető, hanem a technológiai fejlődésnek is. Az 1930 es években például a filmiparban fontos szerepet játszott a smink. Mivel a kamerák akkor még nem tudták pontosan visszaadni a színárnyalatokat és árnyékokat. Ezért volt szükség a sminkre, hogy a színész arca jól látható legyen a vásznon. Az utóbbi években pedig a sminki a digitális közegnek köszönhetően ismét forradalmasodni kezdett, az új technológiák segítségével az emberek már online is kipróbálhatják a különböző smink stílusokat és színeket, mielőtt megvásárolják a terméket. Ezen felül a mesterséges intelligencia alapú smink termékek is megjelentek a piacon, amelyek segítségével az ember akár a valóságban megjelenő sminkhatását is megnézheti előzetesen. Kétségtelen, hogy a smink fejlődése még korán sem állt meg, és a jövőben is számtalan újdonsággal és technológiával fog szolgálni, vajon mi lesz a következő nagy találmány a smink világában. Talán te is rájössz majd. Dr. Express, a legszélesebb választékkal rendelkező csatorna. Nyomj egy lájkot, like és iratkozz fel.